Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az elmúlt napokban egy kicsit úgy tűnik, hogy a hétvégi megszokott jelenséghez képest nem fokozódott jelentősen a fertőzöttek száma. Tehát ezt hetek óta észleljük, hogy hétvégén egy picit mindig megtörik, és aztán hétfőn folytatódik az emelkedés. Így történt ez most a hétvégén is. Jelenleg 1984 fertőzöttet tartunk számon Magyarországon. Az elhunytak száma 10 fővel emelkedett az elmúlt 24 órában, így jelenleg 199 olyan személyt tartunk nyilván, aki valamely krónikus betegsége mellé még a fertőződést elkapta, a fertőzést, és valamilyen mértékben hozzájárulhatott ez az ő halálához. Jellemzően továbbra is alapvetően idős, többféle betegségben szenved embertársainkról van szó. Ugyanakkor emelkedik örvendetes módon a gyógyultak száma is. 267 főt tartunk nyilván, akik a betegségből meggyógyultak, vagy a pozitivitásukat követően negatívvá vált az eredményük. Jelenleg 811 főt ápolnak kórházban, és 60-an vannak lélegeztetőgépen. A laboratóriumi vizsgálatok száma is fokozatosan emelkedik. Nagyon sok vizsgálat történt, és történik a mai napon is a kijelölt laboratóriumainkban. Immáron 48.057 azon vírus örökítő anyagának a kimutatásán alapuló labortesztek száma, amelyeket a kijelölt laboratóriumok végeztek. Májustól igényelhető az új kamatmentes és szabad felhasználású Diákhitel Plusz. A felsőoktatásban tanulók legfeljebb 500 000 forintot, egyes felnőtt képzések hallgatói pedig akár 1,2 millió forintot is igényelhetnek a konstrukcióban. Mi úgy látjuk, hogy soha nem volt még akkora szükség a diákhitelekre, mint ebben a helyzetben, és a kormány is felismerte azt, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés és munkaerőpiaci turbulencia plusz segítségek után kiállt a diákok esetében is, és más társadalmi réteg esetében is, és ezért döntött úgy a múlt héten, hogy május 1-től bevezeti a Diákhitelintézet a Diákhitel Pluszt, amely a felsőoktatási hallgatóknak egy 500 000 forintos maximum összeg igényelhető szabad felhasználású teljesen kamatmentes hitel lesz. Ez december 31-ig lehet egyébként majd igényelni, május 1-től. Valamint a felnőtt képzésnek bizonyos ágazataiban, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium fog rövidesen meghatározni, 1.200.000 forintig lesz igényelhető ugyanez a Diákhitel Plusz szintén szabad felhasználásra, szintén kamatmentesen. Ez sok ezer diáknak jelenthet segítséget, tette hozzá Magyar Péter, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokan keresték meg a Diákhitel Központot a már meglévő hitelek emelésével és újabbak igénylésével kapcsolatban. Ezeket a kéréseket vagy igényeket is meghallgatta a kormány, és döntött arról is, hogy május 1-től kitolja a szabad felhasználású diákhitel 1 és a költségtérítéses hallgatók által igénybe vett diákhitel 2 által használt diákhitel 2 igénylési határidejét. Első fél évben június 15-re, második fél évben pedig december 31-ére, valamint lehetővé teszi azt, hogy ha valaki kevesebbet igényelt, mint amennyire most szüksége van, akkor szintén ezekben a meghosszabbított határidőkben megemelje az igényelt összeget. Valamint szintén fontos lépés, hogy azzal is plusz forrásokhoz juthatnak a diákok, hogy a kormány arról is döntött, hogy az első fél évre visszamenőleg is igényelhetik a több százezer hallgató a Diákhitel 1-et, ez plusz 300 000 forintot jelent azoknak, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel. Szintén fontos döntés, hogy augusztus 15-től, vagyis a következő felsőoktatási tanév kezdetétől a szabad felhasználású Diákhitel 1 havi maximális összege 70 000 forintról több mint a duplájára 150 000 forintra emelkedik, tette hozzá Magyar Péter. Ez azt jelenti, hogy éves szinten minden felsőoktatási hallgató másfél millió forint szabad felhasználású és rendkívül kedvező, ma egyébként 1,99%-os kamatozású hitelhez juthat. Úgyhogy összességében ezekről a kérdésekről döntött a kormány. Ami nagyon fontos, hogy a Diákhitel Plusz, ez az új termékünk, ez a nyelvtanulási diákhitel helyén jelenik meg.
ugyanis a kormány ezzel egy időben nyelvvizsga moratóriumot hirdetett, és azok a hallgatók is megkapják a diplomájukat, akiknek eddig hiányzott a ehhez szükséges nyelvvizsgájuk, így a nyelvtanulási diákhitel nagyjából okafogyottá vált. Viszont itt is egy olyan könnyítést rendelt el a kormány, hogy az a több mint 1000 diák, aki élt ezzel a nyelvtanulási diákhitellel, az május 1-től kamatmentesen kell, hogy visszafizesse ezt a hitelt, tehát az eddigi kamatugró hitelből kamatmentes hitel lett. A vezérigazgató hozzátette, a diákhitel pluszt ezek után is lehet nyelvtanulásra, a tanulmányok finanszírozására, vagy akár a megélhetésre is fordítani, hiszen ez egy szabad felhasználású hitel. Hosszabb távon is a biztonságot helyezi előtérbe Nagy Kálló vezetése. A város polgármestere úgy fogalmazott, az idősek egészségének védelme és a rászoruló családok támogatása prioritást élvez az önkormányzatnál. Horváth Tibor elmondta, a hivatali ügyintézés ugyan telefonon történik, de a dolgozók lelkiismeretesen segítik a lakosságot a mindennapi ügyek intézésében. Öregek otthona van még, ami kistérség ide ugye önkormányzathoz köthető, ami komolyabb feladat volt, kiépíteni ezt a zsilip rendszert, hogy a bent élők ugye legnagyobb biztonságban lehessenek. Úgyhogy az volt egy ilyen komolyabb feladat, de hál' Istennek beállt a rendszer, meg tudtuk oldani az étel biztonságos bejuttatását, a személyzet biztonságos bekijárását, úgyhogy az egész jól sikerült, én úgy gondolom. Nagyon kicsi a hiba lehetőség. Maga a polgármesteri hivatal működése a home office-ba történik az ügyintézés is. Igazából a vezetékes telefont, ha hívják a lakosok, akkor az adott ügyintézőnél cseng ki, akit a portáról kapcsolnak. Maga a személyes érintkezéseket ugye megpróbáltuk minimálisra csökkenteni, de attól függetlenül ugye a hivatali élet az zajlik ugyanúgy. Horváth Tibor úgy fogalmazott, a város igyekszik tartani az előre meghatározott ütemtervet a fejlesztések terén, ám ez nem minden esetben megvalósítható. Nagy Kállóban jelenleg is épül egy inkubátorház, amely kis és középvállalkozások telephelyéül szolgálna. Ennek befejezése és átadása a járvány hatásától függően leghamarabb őszre várható. A polgármester hozzátette, egy projekt kivitelezését már biztosan csúsztatja az önkormányzat, erre azért volt szükség, hogy a dolgozók elkerüljék a fertőzés veszélyét. A leglátványosabb az a belvárosban ősszel készítettünk, vagy télen készítettünk egy parkolót, és amellé volt itt a Zöldváros projekt részeként egy sétány összekötve a református templom és a posta utcáját. Ennek megy a kivitelezése, sajnos itt már a járvány ugye befolyásolja, mert a kültéri sporteszközök, amik kikerülnének, azok olasz gyártmányok, úgyhogy nem lehet egyenlőre beszerezni őket, de attól függetlenül maga a többi része a sétány kialakításra került. Két dolog hiányzik, például a látássérülteknek a vezető térborkolatból is sajnos csak egyféle szint lehetett kapni, nem tudtunk beszerezni olyat, amilyet szerettünk volna. Igazából alkalmazkodni kell a körülményekhez, de maga a sétány elkészült. Horváth Tibor hozzátette, az önkormányzat néhány esetben kérte a hatóság közreműködését, hiszen egyes üzletek és vendéglátóegységek nem tartották be a kormány által előírt szigorításokat. A polgármester ugyanakkor köszönetét fejezte ki a város lakosságának, hogy jogkövető és fegyelmezett magatartást mutatnak a kijárási korlátozások idején. Nem várható túltermelés és piaci zavarok a hazai gyümölcstermelésben, köszönhetően az elmúlt hetek fagyos hullámainak. A koronavírus járvány egyelőre csak azokra az ágazatokra hatott érzékenyen, amelyeknél az értékesítés már folyamatban van, mondta el televíziónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb alelnöke. A gyümölcstermesztés jelenleg olyan helyzetben van, hogy a szezon kezdetén állunk, egyetlen gyümölcsfajból sincs még szüretelhető, értékesíthető, piacra vihető termék. Ennek okán értékesítési problémákkal, nehézségekkel nem kell megküzdenünk. Azok az ágazatok reagáltak nagyon érzékenyen, már nagyon rövid távon is a koronavírus járványra, ahol az értékesítés már zajlik, ahol már előállított, megtermelt termék van, ilyen például a primör zöldségek köre, ahol egy-két hétig álltak fent nagyon komoly értékesítési zavarok, de ezen átmeneti időszak után helyreállt a primör zöldségek terén is a rend. Tehát a gyümölcstermesztés még olyan szempontból kedvezőbb helyzetben van, hogy egyelőre nincs megtermelt és piacra vihető termék, így nincsenek értékesítési zavarok sem.
Az alelnök hozzátette, amíg van elérhető növényvédőszer, műtrágya, gázolaj és elegendő munkaerő, addig a gyümölcstermesztésben nem okoz jelentős fennakadásokat a koronavírus járvány, ezek tekintetében pedig még nem tapasztalható ellátási zavar. A gyümölcstermesztők sorsára pedig leginkább az elmúlt hetek fagyas hullámai lesznek majd nagyobb hatással, tette hozzá. Az előállított mennyiségre, ezáltal a piaci folyamatokra, a kereslet-kínálat egyensúlyára vélhetően a tavaszi fagyok nagyobb hatást fognak gyakorolni, mint maga a koronavírus. Én azt gondolom, hogy már a tavaszi fagyok okán az kijelenthető, hogy rekordtermést gyümölcsből nem fogunk szüretelni. Jó néhány gyümölcsfajnál még egy közepes normális termésben bízunk, de lesznek olyan gyümölcsfajok, amiben kifejezetten gyenge lesz az idei termés. Vagyis, ha nagyon leegyszerűsítjük a helyzetet, akkor a tavaszi fagyok bizonyosan megoldottak mindenféle túltermelési válságot, mindenféle piaci zavart. Én azt gondolom, hogy az a gyümölcs mennyiség, amint Magyarországon ebben az évben az idei 8-10 fagyos éjszaka után megtermelhető lesz, ezt le fogjuk tudni vezetni a piacainkon a járványügyi helyzet mellett is. Jelenleg lehetetlen megbecsülni, hogy a piac és az árak hogyan fognak alakulni, tette hozzá Apáti Ferenc, ennek pedig a járványhelyzet folyamatos változása és a május közepéig fennálló fagyveszélyes időszak a legfőbb okai. Szalaggal körbekerített kerékpártároló Nyíregyházán a Bújtosi tónál. Ez is egy közkedvelt része a városnak, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A polgármester azért, hogy csökkentse az ide látogatók számát, a lakosság védelmének érdekében határozatlan időre több más parkolóval együtt lezárta a Városliget ezen részét is. A kormányrendeletek azonban nem tiltják az egyéni szabadidő sportot, ezért a kerékpározás továbbra is megengedett. Viszont van néhány szabály, amelyet a koronavírus járványra való tekintettel érdemes betartani. Érdemes a bringásoknak egy pár eszközt is maguknál tartani az első segélydobozból, ugyanis szükség lehet rájuk. A téli hónapok alatt a kerékpárosok, a gyalogosok és az autósok elszoktak egymástól, így tavasszal megnő a balesetek száma. A legtöbb két keréken közlekedő a számukra kihelyezett stop táblát és a kerékpárral behajtani tilos táblát hagyja rendszeresen figyelmen kívül, pedig a kerékpárral közlekedők 60%-a rendelkezik jogosítvánnyal. Hosszú-hosszú évek óta már vita téma, aztán fölreppelnek egy-egy kószahírek, hogy a neten is található, hogy ez tuti, biztos helyről tudom, aztán föltesznek egy-egy képet, hogy most már a kerékpárosoknak is kell lesz vizsgázni, és most itt szeretném akkor megnyugtatni azokat, akik ettől remektek, féltek, vagy akik szeretnék, és adok meg most szomorú hír, hogy nincs egyelőre tervezett kerékpáros jogosítvány, amelyet ugye a neten több helyen röppentettek föl. Beszélgetés van róla. Én talán úgy gondolom, hogy az iskolai részen, tehát ahol az általános iskolai tananyag, vagy szakközép, szakmunkás képzésnek ott valamilyen első, második évében minimális óraszámmal, de valamilyen kressz alapszintű tudást be lehetne építeni a gyerekeknek, ezzel is növelve az ő biztonságukat. Aki most kezdi a kerékpáros szezont, annak mindenképpen érdemes átismételni az alapszintű kressz szabályokat és felkészíteni a kerékpárt a közlekedésre. A szakemberek azt tanácsolják, mindig kisebb távokkal indítsuk a szezont, így magunkat sem terheljük túl, és kellemes élmény marad a bringázás. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén száraz burkolat volt a jellemző az elmúlt órákban, és a látásviszonyokhoz alkalmazkodjanak minden esetben a járművezetők. Külön felhívom figyelmüket a jelzőlámpás csomópontok nagy karbantartási munkálatokat végeznek. Nagyon sok helyen a jelzőlámpák, amik meghibásodtak az elmúlt napokban, azokat kijavítják. Ilyen karbantartással lehet majd holnap is számítani Fehérgyarmat belterületén. Nagy forgalommal kell viszont számolni az M3-as autópályának, akik közlekednek a megye területén. Sőt, a
egyes számú főútvonalon és karbantartási munkálatokat végez a Magyar Közút. Több helyen sebességkorlátozás, fűnyírás, fűkaszállás. És aktuálisak ma is a közműhelyreállítási munkálatok a megye területén. Nagyon sok helyen dolgoztak és fognak az elkövetkezendő napokban is dolgozni. Balesetek tekintetében több is történt a hétvégén. Gyakran fordultak elő kerékpáros térsérüléssel járó balesetek, illetve pályaelhagyásos baleset, amikor járművezető útkanyarban nem lassította a gépjárművét, és nem jól választotta meg a sebességet, mikor letért az úttestről, árokba sodródott, illetve fának csapódott. Több személyisérüléssel járó balesetben is dolgoztak a mentők, helyszínellátás követően szállítottak sérültet, illetve sérülteket kórházakba. Felhívom figyelmüket a sebességkorlátozásokra, ugyanis nap mint nap a gyorshajtókat igyekszik a rendőrség kiszűrni, elsősorban a főútvonalakon, fő közlekedési nagyforgalmú főútvonalakon, illetve az M3-as autópályán is. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra! A csapatsportágok közül Magyarországon a kosárlabdázók léptek elsőként, és nyilvánították befejezetnek a 2019-2020-as idényt. A következő bajnokság kezdete még nagyon messze van, de a játékosok igyekeznek karbantartani magukat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks kosarasai kis csoportokban edzenek a Continental Arénában. Azok edzenek, akik úgy gondolják, hogy egyedül ketten-hárman be tudnak jönni és meg tudják csinálni az edzéseket. Alapvetően azért a legfontosabb, mert megpróbáljuk megőrizni egy picit a fitséget, és próbálunk olyan állapotban maradni, hogy ha elkezdődhet a munka, akkor azonnal tudjunk kezdeni. Tarnóti Zalán erőnléti edző a sportcsarnok teraszán kialakított kondipályán tartja a tréningeket a nyíregyházi kosarasoknak. Nem az egész csapattal dolgozunk, hanem a csapat egy részével, szabadtéren. Hát ugye azért a eszközök, gyakorlatok egy része így korlátozódik, viszont én úgy gondolom, hogy tényleg elég nagy a repertoár, és így változatosan, és tényleg akár az alapkészségeket, akár a, mint az alaperő, a törzserő, illetve a stabilitástól elindulva egészen a, mondjuk így a képességek magas szintre hozását, mint a robbanékonyság, fordulékonyság alapját jelentő kitámasztási erő, ezeket is akár ott a lépcsőn, az erkélyen nagyon nagy térrel rendelkezésünkre. Ez egyrészt a vírus miatt is jó, hogy nagy terünk van, másrészt pedig, hogy tényleg nem egy pici szobában, vagy akár egy kis zsúfolt teremben kell dolgoznunk, úgyhogy akár a gyorsági állóképességet, akár az irányváltó képességet, amik ugye ennek a sportnak az alapjait jelentik, illetve ezek még mélyebb alapjához szolgáló robbanékony erőt is tökéletesen tudjuk fejleszteni. A játékosok között ott van Szobi Dániel is, aki mind a 23 bajnoki meccsen pályára lépett első nyíregyházi idényében. Azért jöttem ide, hogy minél jobb eredményt érjen el a Nyíregyháza. Ez valamilyen szinten sikerült, hiszen gyakorlatilag a szezon 80%-ában az első vagy második helyen tanyáztunk. Gyenge volt a rajt, de ezt hamar tudtuk korrigálni, és érzem, hogy a MAFC-szal párban mi voltunk a legnagyobb várományosai a bajnoki címnek. Fura volt ennyi idő után egy új szisztémát, egy új edzőt, új csapattársakat megismerni, beletanulni. Fele másnak értékelem voltak jó periódusok, voltak kevésbé jók, én magamtól többet várnék, akár következő szezonban is, de nem lehetek elégedetlen, hiszen jó pár mérkőzés volt, amikor tevékeny részese voltam a csapat sikerének. Beszélgetek azért más sportolókkal, főleg kosárlabdázókkal, nekik még annyi sincsen, mint nekünk, hogy szervezet edzés, szervezet keretek között tudjanak akár kondizni, nem utolsó sorban dobni, bemenni a csarnokba, főleg a csarnok az, ami egy óriási pozitívum, hogy lehet menni és gyakorolni a dobást, úgyhogy én örülök neki nagyon. Nyilván nem a legideálisabb, de a jelenlegi helyzethez képest ez egy nagyon jó állapot nekünk szerintem, amivel akár kamatoztathatunk is a jövőre nézve. A kosárlabdához kapcsolódó szomorú hír, hogy vasárnap elhunyt Sallai József, aki testnevelőként és edzőként rengeteg, később akár a válogatottságig vagy az élvonalig eljutó fiatalt ismertetett meg a sportággal. Én úgy gondolom, hogy a nyíregyházi kosárlabdázás a legnagyobb alakját veszítette el, és nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni pótolni azt a tudást, azt a mentalitást, azt a hozzáállást, amit ő tudott adni a kosárlabdához és az oktatáshoz és a tanításhoz. Lehetne nagyon sok dolgot mondani arról, hogy hogyan is élt, hogyan tanított, hogyan tartotta az edzéseket, de úgy gondolom, hogy mindennél többet mond az a sok bejegyzés, amit most a közösségi oldalakon a régi tanítványai tesznek közé, és a régi tanítványai írnak. Azt hiszem, hogy ha valakivel egy rövid időt is foglalkozott, az életében mindig megmarad az ő emléke, és emlékezni fog arra, hogy mi az, amit Józsi bácsitól kapott. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 20-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!